Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Lendre író, újságíró, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először van itt nálunk a heti tévében, itt mindent szabad, nem szabad zsidózni, cigányozni, sorosozni és buzizni, különben mindent mondhat. Hol született? Budapesten születtem. Mikor határozta el, hogy újságíró lesz? Ó, ez még nagyon régen volt, még nagyon fiatal voltam. 12-13 éves, amikor én elkezdtem gomfocizni. Akkoriban még a gyerekek gomfociztak, mert nem kütyükkel szórakoztak. És hát gomfociztam, és milyen csapata volt? Én mindig újpesti Dózsa szurkoló voltam. Na mindegy, a lényeg az, hogy elkezdtem gomfocizni, és elkezdtem tudósítani a saját mérkőzéseimet. Ráadásul ugye én voltam mind a két csapat, amiben volt egy kis furcsaság, és akkor kaptam rá ugye az újságírás ízére. Úgy nevezik, hogy agytorna. Ez pont úgy volt. Hát még írtam azt is, hogy hány néző volt, tudósítottam a meccsről rendesen, és akkor lett egy ilyen tudósítói füzetem, így kezdődött, aztán bekopogtam a Nemzeti Sporthoz, hogy én szeretnék jönni újságírónak. És akkor ott elkezdtem ifi meccsekről tudósítottam, valahogy így kezdődött. Itt-ott feltűnik egy-egy új könyvvel, a minap is behozott hozzánk a szél, befújt egy új könyvet, ezt nevezik termékmegjelenítésnek, kérem a kollégáktól. Mi magyarok, Libri kiadásába, kemény fedelő, igazából Hanuka és karácsony előtt terveztük a beszélgetést, de még utólag megmondhatom, hogy ha valaki újabb tosztot kapott, akkor ki lehet erre cserélni, hogyha még nem evett, nem ivott rajta. Mi készítette ennek a könyvnek, ennek az antológiának a megírására? Hisz az egész világ itt van. A világ itt van. Én alapvetően nosztalgikus alkat vagyok, és múltban révedek, mondhatom így, hogy ha tehetném, akkor a század előn élnék, ez Adi Kosztolányi és Babis társai környékén kávéházakban időznék. Ez valami az ő társaságuk véget, vagy az atmoszféra? Az atmoszféra, meg hát azért én mondjuk nagyon szeretem Adit például, sőt az összes századelős magyar írót költött kedvelem. Ők még tudtak írni. Ráadásul ők tették le a magyar újságírás alapjait, hiszen a magyar újságírásnak irodalmi alapjai vannak, főleg azért, mert ugye meg akartak élni is, hát az irodalomban nem tudtak adni. De is, ők ugye vajon jól érezték magukat abban az időben, mert amiket írtak, azok nagyon jók voltak. De ha visszagondolok, azért gyorsan leadni valamit, hogy a kávémat vagy az ebédemet kifizessen belőle, azért, ha bár az én 67 évem alatt is volt már olyan, hogy össze kellett a zsebből az aprót szedni, hogy kifizessem a cechet, de... Hát, hogy vannak ezzel kapcsolatban anekdóták, hogy Karinti Frigyes ugye a kávéházban megírta a másnapi cikket, és hát a kifutó fiú felvitt a cikket, visszajött a honorárium, és akkor azt egyből is költötte valamire. Én azt mondom, hogy az első világháború igazán nagyon jó világ volt, én szerintem, és jó volt itt írónak lenni, meg jó volt itt élni, az aztán sem sok minden változott. Kérdezem Salendét, milyen mai írónak itt lenni? Milyen mai írónak lenni? Izgalmas. Ennek a könyvnek nagyon jó a visszacsatolása. Mert egy kiváló karácsonyi, meg hanukai ajándék, mert ezt nem lehet politikához, aktualitáshoz kötni. Ez egy nagy dezsavű. Így van. Nem is volt célom, tehát nekem van a Facebookon egy újságmúzeum oldalam, újságmúzeum Facebook oldal, ahol én kikötöttem azt, hogy napi politikával nem is foglalkozom. Hanem hogy lehet újságírni az ember? Mondjuk én világéletem mindig azt mondom, hogy én külpolitikával foglalkozom, mert abból nem lehet baj, de napjainkban már a külpolitika az a belpolitika szerves része. Hogy lehet múzeumi újságírni? Nekem ez megadatott szerencsére, hogy ide eljutottam, hogy ez az én szenvedélyem, ez az én külön világom, és ez egy olyan világ, ahol most már 116 ezeren csatlakoztak. Minden reggel 7 órakor posztolok egy cikket elfeledett magyarokról, vagy színészekről, filmekről, és hát nagyon jó a fogadtatása. Ma reggel például a török Mériről írtam, nem tudom, hogy mennyire ismerős a neve. Most mindjárt megismerik nézőim. Török Méri az egyiptomi alkirálynak volt a felesége, ezt nagyon kevesen tudják, második Abbasnak volt a felesége. 3 éven keresztül előtte meg titkos szeretője volt. Na hát ilyen emberekről írok én, olyan magyarokról, akiket elfelejtettünk, ugye az idő belepte, vagy pedig nem is ismerjük őket, például török Mériről, hát nagyon keveset lehetett tudni eddig. Nekem ebben nagyon komoly kutató munkám fekszik, tehát én, amire összeáll egy ilyen 3000-4000 karakteres írás, az nekem nagyon hosszú időbe telik,
és főleg éjszaka írom ezeket, nekem családom van, három fiam, feleségem, ugye, és hát én éjszaka elvonulok a konyhába, és akkor ott végzem a kutatást. Saját viradom. És mit szólnak a gyerekek vagy a feleségek, hogy az apjuk történészkedik? A feleségem szerintem büszke rám, de remélem, hogy apaként is büszke rám. Remélem, hogy a gyerekeimnek az az érzése, hogy jó apa vagyok, hiszen ez a legfontosabb. A legnagyobb fiam 17 éves, ő egyre inkább nyitott erre a világra, és követi az oldalamat. A másik kettő még picike, tehát ők csak annyit vesznek ebből le, hogy a apa benn van a tévébe, vagy apa dedikálása van, tehát nekik ezt csak ennyit jelent. De a négy éves... a három utolsó megjelent könyvét, ami ezelőtt jelent meg? Nem volt annyi. Nekem tavaly jelent meg egy újságmúzeum legendák, az egy díszdobozban négy kötet volt, azt magánkiadásba adtam ki, és annak olyan jó volt a fogadtatása, az utolsó szálig elfogyott, hogy akkor februárban bekopogtam a Libribe, és ez is egy kis amerikai álom, hogy a portásnál megkérdeztem, hogy akkor szeretnék beszélni a vezérigazgatóval, adjanak lehetőséget. Furcsán néztek rám, de végül is eljutottam Halmos Ádámhoz, ő az ügyvezető igazgató, és hát mondtam, hogy szeretnék egy ilyen könyvet megjelentetni, és szeretném a Librinél, mert az a legnagyobb. És hát azért a legnagyobb, mert egyből átlátta, hogy ez egy jó lehetőség. Azt mondta, hogy a karácsonyi könyvpiac egyik sikere lesz a Mi Magyarok, és hát így is lett. Volt olyan nap előrendelési sikerlistán, amikor a Frey Tamás Bábel című könyvét is megelőzte, ami ugye hát több könyves neves író, tehát ez nekem nagy büszkeség. Tehát akkor próbálkozzanak, ha már ebből nem is kapnak, akkor biztos lesz belőle utánnyomás. Következő művéről én már nagy slágfortokba tudnék beszélni, vajon ön is tud-e már beszélni róla? Hogy mi a következő? Húha, ez még egyeztetés alatt van, de nem árulok el nagy titkot, hogy terve van véve, és a kiadóval is egyeztettem, hogy lehetséges, hogy a nagy siker láttán a Mi Magyaroknak lesz folytatása. Hát bízunk benne, hogy így lesz, és feltétlenül, amikor egy halom összegyűlik a reggelenként megjelenő cikkből, akkor kopogtasson be hozzánk, és ismertesse, úgy, mint erről a kisasszonyról, aki Egyiptomba ment férhez, hogy mi sem maradjunk le semmiről, mert az úgy nem lenne fel, hogyha kinyitnám az internetet és onnét olvasnám, úgyhogy beszéljen meg a kolléginával, mielőtt itt hagy minket, hogy mikor jön legközelebb, és legújabb szösszeneteiről beszámoljon. Sok-sok sikert. A Mi Magyarokat tulajdonképpen kiknek ajánlja? Hány éves korosztály? Én mindenkinek ajánlom. Eleve akik szeretik a izgalmas és sokszor hihetetlen önéletrajzokat, azoknak mindenképpen. Azoknak is, akik nosztalgikus alkotók. És nekem azért nem titkolt célom az sem, hogy a fiataloknak megmutassuk ezeket az embereket, ugyanis nagyon fontos, hogy honnan jöttünk és merre tartunk, és ehhez viszont a múltunkat ismernünk kell, és rengeteg, ugye itt 51 ember szerepel be a kötetbe, akiket szerintem ismernünk kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. És az ő legendáikat, aranyköpéseiket és a múltjukat. Így van. Nem véletlenül, hogy ilyen muzeális értékekkel foglalkozik. Vannak olyanok, akik sírva fogadnak, amikor ezt a könyvet a kezükbe veszik? Milyen értelemben? Hát az örömtől, hogy na végre valaki leírta. Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapok, tehát ezt valóban mondhatjuk azt, hogy hiánypótló munka. Azért nézzük meg azt, hogy az első világháború, második világháború, 56, világválságok, tehát nagyon megtépázta a történelem Magyarországot. És a napilapok miért nem bevők erre? Legalább hetenként egyszer egy rovatba egy ilyen... Nem tudom, hát ezzel még nem gondolkoztam, de én nem, nincs is rá szükség, tehát azt hiszem, hogy most már egy olyan közönségem van, és sok emberhez eljutnak a cikkek, hogy nincs szükség közvetítőkre, az Újságmúzeumon keresztül a Facebookon, ott mindenki megtalálja ezeket az írásokat. Mi a pontos cím? www.facebook.com/újságmúzeum, ugye az ékezet nélkül. Tehát a közösségi oldalon megtalálják Sál Endrét. Ilyenkor hidegben mindig mindenki így aszociál és sálat mond, de sál vagyok, de megértem, mert mínusz 6 fok van kint. Sál Endrét, írót és újságírót, legújabb műve neki, Sál Endre, Mi Magyarok, 51 hihetetlen történet a nagyvilágból, és ez tulajdonképpen egy nagy kalandozás a nagyvilágból, mindenki magyar benne.
és lehet rájuk büszkék lenni, és lehet jókat nevetgélni és nosztalgiázni az íráson. Keressék fel a honlapot is, ott is biztos nagyon sok érdekes sztorit találnak, amiről talán hallottak, talán nem, és ezzel megtudjuk azt, hogy honnét jöttünk, hova megyünk. Köszönöm, hogy minket választottak, és előzetesek után következik Szabó György, a mazsok elnöke, akivel most nem a mazsokról, hanem egy büszke magyar-izraeli zsidóról fogok beszélni, mégpedig arról, hogy a heti szakasz meg, hogy éli meg ezeket a napokat. Tartsanak velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésre. Köszönöm a lehetőséget.